Na, sikerült beindítsam a traktor, gyerekek. Ja, az volt, amit sejtettem, hogy köpi le a gyertyát, le volt kormosodva, szutykos volt. Na, láttam, mikor bedöglött, hogy fekete füstöt nyomott. Úgyhogy ez azt jelenti, most kitakarítottam, utána szépen beindult, szépen ment a motor. De rellantot visszavettem, hagytam egy kicsit, hogy így jöjjek be, mentem a kamerájt. És akkor megint egyet buffantott, és kikapcsolt, és akkor megint kivettem a gyertyát, nedves volt, megint le volt töpve. Ja, úgyhogy ez azt jelenti, hogy túl sok benzin jön a karburátorból, meg kell nézzem. Azt sem tudom, ez milyen karburátor van-e benne. Itt van a pohár, itt gondolom van egy úszó. Ilyenkor vagy az úszó ki van lyukadva, vagy a tűnél valami piszok került, nem zárás, túl sok üzemanyag tódul a motorba. És lehet, hogyha fultúrán megyek, akkor nincsen gond, de ha egy kicsit rellantot visszaveszem, akkor maná meg. Na, de nézzük meg, beindítom most fultúrán, hagyjuk slám, hogy tudjuk-e vágni a füvet. Na, ja, rá kellett kössem szoptatót, meg gumikot felpumpáltam. Hát, ha még a... Azt hittem, hogy értek a hapját, nem tettem vissza. Ja, baj van, hely. Elzárom a benzint. Come on! Na, korai volt az öröm. Mindegy, el kell kapjam a karburátort, megnézzem, hogy mi okozza a benzin túláradást. Levegőszűrés el volt ázva. Úgyhogy... Ja, nem tudom, nem szedtem ennek soha szét a karburátorját. Az is lehet, egy evekkel van baj. Nem mindenik karburátor, az is lehet, hogy ebben izék vannak, ilyen gumimembránok minden láncfűrészben, mit tudom én. Na mindegy, le kell tegyem a kamerát, szétszedem, és megnézem, hogy mit tudok csinálni. Megörventem, beindult, olyan szépen ment a motor, szép simmám. De nem tudom, hogy nem-e akad be az izé. A szivató. Na, így van max pozícióba, így van visszaengedve. Ja, nincsen beakadva. Na mindegy, meg kell filózzam, lát eléveszem a könyvét is. Nézzem meg felrobbantva a karburátort, hogy néz ki. Ja. Taknyolás, gyerekek, taknyolás. Na mindegy, meg kell javítani, mert ha nem lehet haladni.